Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió híradója következik. Nézzük kiemelt híreinket először röviden. Ünnepi közgyűlés. Megalakulásuk jubileumán díjakat adtak át a megyeházán. Mézes kalács. A karácsonyra hangolódtak Litéren. Tánc. Különleges hangulatú gála Balatonfűzfőn. A Veszprém megyei önkormányzat közgyűlése alakuló ülésének 26. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre hívta az önkormányzatok vezetőit és a megyében működő szervezetek képviselőit. Idén is átadták a hagyományoknak megfelelően a Veszprém megye érdemrendje kitüntetést, és sor került a Prókomitátum megyei díjak átadására. Zsúfolásig megtelt a megyeháza Szent István terme az ünneplőkkel. Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy már 2009-ben létezett az államszervezet egysége, a Vármegye. Szent István király német ihletésre hozta létre, élén akkor az ispán állt. A megyerendszer a történelem folyamán mindig újraépítkezett, mindig megmutatta erejét. Veszprém megye is ugyanígy, és bár a történelem kereke sokszor fordult, mondta Fenyvesi Zoltán, a megye mindig talpra állt. Már a honfoglalás korából fennmaradt krónikák is arról szóltak, hogy ennek a vidéknek legelője volt elég, vizei bővelkedtek a halban, a rengeteg erdőben nyüzsgött a vad, minden megvolt itt, amit csak egy nomád lovas nép kívánhatott. Mindez ma is itt van. Tudjuk, hogy aki hosszú távra tervez, az nem gyorsan elillanó álmokat kerget. Tudjuk, hogy nem erőltetett iparosításra van szükség, hanem a meglévő adottságainkat, tehetségünket kell felhasználni boldogulásunkhoz. A jövő fundamentuma készen van. A következő évek már az építkezéssel telnek. Olyan építkezések következnek, folytatta az ünnepi szónok, melyek fejlesztik Veszprém megye gazdaságát. Az itt élők hite, akarata és szorgalma jelölte ki az utat mindannyiunk számára, és ezen az úton közösen akarunk végigmenni, zárta gondolatait a megyei közgyűlés alelnöke. A Veszprém megye érdemrendje kitüntetés idei díjazottjának dr. Horváth Ottót, a Pannon Egyetem tanárát, intézetigazgatót választották. Televíziónk jóvoltából készített kisfilmmel mutattuk be sokrétű kutatói és oktatói tevékenységeit. Vezetői munkájával jelentős érdemeket szerzett a minőségi felsőoktatás, a kutatás és az innováció feltételeinek megteremtésében és biztosításában. A díjat Polgárdi Imre, a megyei közgyűlés elnöke adta át. Hálás szívvel gondolok szüleimre, akik eszmélésemtől fogva mindent megtettek azért, hogy tanulhassak. Ők mutattak példát emberségből, becsületből, erkölcsi tartásból, igényességből és tisztességből. És tanáraimnak is köszönöm a segítséget és az ösztönzést. És igen, soha el nem múló hálával és szeretettel köszönöm feleségemnek a nyugodt és szeretetteljes családi hátteret, amit áldozatos munkával mind a mai napig biztosít. Köszönöm, hogy meghallgattak. Prókomitátum díjjal tüntették ki kimagasló szakmai munkájáért dr. Molnár Dánielt, az egészségügy területén végzett tevékenységéért. Ugyancsak díjazásban részesült Kovács Endre fotóművész, aki magas színvonalú alkotói munkásságáért példaértékű művészeti szakmai tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Nagyon örülök neki, hogy ezt most megkaptam, most már körülbelül 20-valahány éve dolgozom itt a Sörösön, illetve hát a megyében. Sok könyvet készítettem, és hát tulajdonképpen erre tettem a munkásságomnak a legjelentősebb részét. Már ebben az elmúlt mondjuk két évtizedben, hogy itt a megyének a dolgait fényképeztem. Posztumusz díjjal tüntették ki Néhai Hán Károlynét, aki évtizedeken át segítette a megyei közgyűlés elnökeinek munkáját. Nevéhez fűződik többek között a külföldi partner kapcsolatok ápolása. Férje és fia vette át a díjat. Az ünnepi alkalmat színvonalas programok tették még emlékezetesebbé. Balatonalmádi képviselő testülete megtartotta idei utolsó ülését.
Többek között döntést hoztak a helyi köznevelési intézmények működtetésének átadásáról. 2017. január 1-től nem csak a fenntartást vállalja az állam, hanem az iskolák működtetését is. Elsőként Kovács Zoltán rendőralezredes foglalta össze az előző hónap bűneseteit. Elmondta, a nyomozás elrendelések száma csökkent, vagyon elleni bűncselekményre nem került sor. A rendőrség munkája főként az ünnepekre való felkészüléssel telik, a bűn és baleset megelőzési tevékenységekre fókuszálnak. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak az ittas vezetők kiszűrésére. Felhívta a figyelmet ezúton is a rendőrkapitányság képviselője, hogy karácsony előtt a nyugdíjasok járó Erzsébet utalványokat mindenütt a postások viszik. Más személyt ezügyben ne engedjenek be a lakosok otthonaikba. Fontos mérföldkőhöz érkezett az oktatási intézmények állami kézbeadásának folyamata. Több hónapos előkészítés után ezen az ülésen tárgyalták a képviselők az átadásról szóló megállapodást. Mint köztudott, 2013. január 1-től az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A fenntartói jogokat a Klebersberg intézmény fenntartó központok gyakorolják. Most újabb átszervezésre kerül sor. A törvény úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonok esetében a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, vagyis az iskolák épületei átadásra kerülnek a Veszprémben kijelölt szervezet számára. Az elmúlt hónapokban a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal szakemberei az átadás átvétel módján dolgoztak. A technikai dolgozók a Városgondnokság állományában voltak, most január 1-től a tankerület lesz a munkáltatójuk. Hát ugye a Városgondnokság volt az az intézmény, illetve jelenleg még az az intézmény év végéig. A köznevelési intézményeknek a működtetésében a technikai feltételeket biztosította. Így a feladatok, hogy átkerülnek a Veszprémi fenntartási intézményhez, gyakorlatilag 15,75% dolgozótól kell, hogy megváljunk. A jövőbeli munkáltató nyilatkozat alapján természetesen igazából csak ez a munkáltató szemében történő változást fog jelenteni. A munkabérük természetesen megmarad a dolgozóknak. Az iskolai épületekben működő közétkeztetéshez tartozó egységek nem kerülnek átadásra, a nevelési tanácsadó melletti különbejáratú ingatlan rész sem, valamint a Vörösberényi iskola mellett létesült műfüves pálya is marad önkormányzati tulajdonban, és a gimnáziumnál lévő szolgálati lakások is. Külön megállapodás születik majd arról, hogyan lehet igénybe venni a tanórán kívüli időben az iskolák épületeit. Az ülésen elhangzott, ez a megállapodás egy alapot jelent a további együttműködésben, sok részletet kell majd még egyeztetni. A képviselőtestület tagjai valamennyien megszavazták a megállapodást. Természetesen mindemellett a tanítás zavartalanul működik az iskolákban, az átadás átvételből a diákok és a szülők semmit sem érzékelnek. A képviselőtestület nem szavazta meg az Öböl TV Kft. Támogatási kérelmét 2017. évre vonatkozóan. Így 2017. január 1-től az Almádi járásban televíziós műsorszolgáltatásunk szünetel. Ünnepre készülődtek a gyermekek a Litéri Önkormányzat és a Zöldák Kulturális Egyesület szervezésében. Múlt hét csütörtökön este a művelődési házban mézes kalácsot sütöttek, majd az elkészült figurákat szépen ki is díszítették. Finom mézes kalács illat lengte be csütörtökön a Litéri Művelődési Ház termeit. A gyermekek közül sokan a táncpróbáról érkeztek, mégsem voltak annyira fáradtak, hogy ne lett volna kedvük beállni tésztát gyúrni, kiszúrni, majd díszíteni. Két templomot, egy emberkét, egy harangot, egy fenyőfát, még egy templomot, még egy emberkét és még egy templomot. Természetesen szüleik is velük tartottak. Járnak táncra a két nagyobbik gyerek, és tavaly is voltunk, úgyhogy és jól sikerült a tavalyi kis kézműveskedés is. Úgyhogy itt az egész család. A gyerkőcök egy kicsit részt tudjanak venni a karácsonyi készülődésen, egy kis mézes kalácsot tudjanak készíteni, meg hát a néptánc miatt, hogy ők is szokják ezt a szép táncot, és hát ha kedvet kapnak, akkor majd nagyobbak lesznek ehhez. A gyermekek ügyesen láttak munkához. Többen elmondták, hogy már van rutinjuk a mézes kalács díszítésben.
de kiderült az is, hogy néha még előtte elfogy a tepsinyi finomság. Ha jut idő, akkor diszítgetünk, ha nem, akkor hamarabb elfogy, mint hogy ki lenne diszítve. A gyerkőcök élvezik a diszítét? Szerintem igen, de erről őket kéne megkérdezni. Élvezitek a diszítést? Igen. Otthon is szoktatok mézes kalácsot csinálni? Igen, amikor a Jézuska meghozta a karácsonyfát, vagy előtte. És otthon is szoktál segíteni? Igen, én formázok. Nem pont ilyen alakban, hanem szerintem, amikor az iskolában Halloween volt, vagy már nem tudom, volt egy ilyen ünnepség, akkor ilyen szemüvegeket csináltunk, ilyen mézes kalácsból, és azokat is én díszítettem ki. A díszítés nem ördöngös feladat. Mindenki gyorsan megtanulja, hogyan lesz szép a mézes kalács figura. Nehéz ezt díszíteni? Hát az elején még bele kell rázadnunk, de utána már menni fog. Mi a titka, hogy szépen meg lehessen formázni? Hát, hogy ne féljünk használni, mert hogyha csak így épp, hogy megnyomjuk, akkor nem nagyon tudunk szépen díszíteni. Jóvatosan kell csinálni. Nem nyomom annyira meg, hanem csak ilyen kicsiket nyomom. Bár sokan úgy tervezték, hazaviszik az elkészült süteményeket, a legtöbb esetben azonban még ott, a művelődési házban melegében elfogyott. Hagyomány már Balatonfűzfőn, hogy a táncos művészeti csoportok szervezésében és közreműködésével évvégig gálát rendeznek. Ezúttal a Különös Szilveszter című előadásra került sor, mely nagy sikert aratott. A táncos gálához az Irinyi Fúvós zenekar teremtett hangulatot, rögtön a programra érkezéskor az ő zenéjük fogadta a vendégeket. Az angyalok Isten küldöttei, Isten akaratát adják hírül. Két földre szállt angyal költözött ezen az estén a Fűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központba. Hirdették jelenlétükkel a szépséget, a jóságot, és hozták az angyali jókedvű üdvözletet. Ez egy különös szilveszter lesz az idei. Mi leszünk a földre szállt angyalok, akik itt maradtunk és szilveszterezünk velük. Ez az emelkedettséggel párosuló vidámság kísérte végig a programot. Jókedvről szólt és arról, hogy jó együtt lenni. A művészeti csoportok ezt képviselték, ez hatotta át a gála műsort a tánc jegyében. A mai program idén a harmadik lesz, illetve ez lesz a harmadik alkalom, hogy együtt táncolunk és együtt varázsoljuk el a közönséget. 3 éve kezdődött a közös történetünk, akkor egy Álom-Álom, Táncos Álom című műsorral kedveskedtünk a nézőknek. A következő évben folytattuk a táncot, idén pedig egy különös szilvesztert fogunk előadni, és megörvendeztetjük vele a közönséget. Élénk érdeklődés volt jellemző már a színpadi produkciók előtt, és annál simogatóbbat talán nem is lehet mondani, mint hogy a fellépők a mi táncosaink. Tavaly is voltunk, nagyon szép volt, és az idén is jöttük. Ezek a gyártelepi táncosaink, meg hát gondolom vendégek is vannak máshonnan, de nagyon szép volt, úgyhogy mindenhogyan meg akarjuk őket nézni, és támogatjuk őket. Kovács Anita a fináléban szerepel, s bár a műsor szilveszteri jókedvet teremtett, a karácsonyi hangulatot is hordozta. Szerintem összehozza az embereket, így a karácsony alkalmával. Dunántúli táncokkal indult a produkciók sora a Balaton Népdalkör kíséretével. Aztán a Szivárvány óvoda táncos lábú aprósága is színpadra léptek, nagy sikert aratva. A különös szilveszteri mulatozás további részleteit megnézhetik majd közel az idei év utolsó napjához, december 30-ai pénteki műsorunkban. Szép sporthagyomány van újraéledőben Alsóörsön.
A község elmúlt évtizedeinek pezsgő pingpong élete most szakkör formájában folytatódik tovább. Kevesen tudják, de az 1950-es években Kocsonya Gyula ismertette meg a sportággal az alsóösieket. Sőt, egy háromszettes meccs erejéig Sós Ferenc, asztali teniszvilágbajnok is járt az akkori fürdőtelepen. Utódaik decembertől heti rendszerességgel szerdánként szakkör formájában az Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtárban hódolhatnak kedvenc szenvedélyüknek. Téli sportolási lehetőséget kerestünk, kicsit megmozgatni a helybelieket vagy a környébelieket, akinek kedve van pingpongozni. Hamar besötétedik, mindenkinek máshogy érnek rá, de tényleg az, hogy összehozni az embereket, hogy egy ilyen közös klub délutánszerűen nem profi szinten, hanem tényleg csak a kedvelés, tehát megvan mindenféle korosztály különböző erősséggel, úgyhogy csak a mozgás az elsődleges cél. Alsós község önkormányzatának támogatásával a helyi pingpongosok akár 4 asztalon az igényeknek megfelelő sporteszközökkel játszhatnak. A szakkörön bárki részt vehet, sem a kor, sem a nem, sem a játéktudás nem számít, mert mindenki találhat megfelelő partnert magának az edzéseken. Hallottam itt valahol, azt nem kaptam egy e-mailt, hogy lehetőség van pingpongozni, és akkor így megbeszéltük a szomszédom, hogy eljövünk, mert ő is olyan régóta játszott utoljára, mint én. Úgyhogy körülbelül egyforma szinten vagyunk, egyforma alacsony szinten, inkább úgy mondanám. Persze érdemes mindenkinek szorgalmasan gyakorolni, mert a tervek szerint január végén pingpongverseny is lesz Alsóösön, ott pedig már minden pont számít majd. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Ünnepi közgyűlés. Megalakulásuk jubileumán díjakat adtak át a megyeházán. Mézes kalács. A karácsonyra hangolódtak Litéren. Tánc. Különleges hangulatú gála Balatonfűzfőn. Ezek voltak a híreink. Most közügy című műsorunk következik. Hosszabb összeállítást láthatnak benne az ünnepi megyegyűlésről, valamint Balatonakaratja alpolgármestere értékeli a településük idei esztendejét. Elérhetőségeink a régiek, a képernyő alján olvashatják. Keressenek minket weboldalunkon, visszanézhetik anyagainkat, és csatlakozhatnak Facebookos közösségünkhöz is. Friss híradóval kedden várjuk Önöket, én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!